direkt lose scam, amire nem is kattintasz rá, mert azt se tudod, hol van. Kattints rá el a linkre, és a linken belül keresd meg azt a fényképet, és abban van egy izé, azt arra kattints rá. Hát igen. Igazából annyi, hogy nem egy kattintás, hanem kettő. Igen. Így van. Hey. Miért pont hajszárítod? Ki a faszom akar most hajat szárítani? Hát miért nem szeretnél egy Dyson Supersonic hajszárítót? Nem. Hát nem. Tudom, hogy az a menő új porszívó. De most legalább mit tudom én, valami iPad-et nyertél volna, nem? Vagy valami telefon. De azt senki nem hiszi már el. Jó. Ja. Hát igen, mert a hajszárító az most kurva jó. A pirosak négyen vannak. És nem lennél kíváncsi, hogy milyen hajszárítót nyertél? Nem. Azért meg ez volt ez a gondolat. Szerintem 20 éve nem szállítottam hajat így saját magamnak. Mármint úgy értem, hogy maximum uszodába szállítottam. De miért? Hát akkor nem értem. Hát akkor kinek a haját szállítottam? Hát akkor mit nem, mit nem értesz? Mit nem értesz? Hát akkor hogy szárad meg a hajat? Hát megtörli, magától. Hát törölközően megtörlöm. Én azzal akármeddig dörzsölöm, soha nem lesz szárad. De ne dörzsöld! Űrtudomány. Hát de mi? Hát dörzsölöd, és akkor hű keletkezik, és akkor megszárad a hajad. Igen. Ez pontosan ennyi. Én ezt tényleg nem értem, hát én akárhogy izélem, nem szárad meg a törölköző. Hát de miért neked ilyen hosszú hajad van? Hát dörzsölgeti bazzánk. Hát mi az, hogy az én elvileg közé... Tököm az! ...már megszáradt, dörzsöltem törölközővel. Hogy röhög? Az enyém nem. Megy már. Hát akkor megszarul csinálod, hogy nem tudok sit mondani. Nem is kell nagyon megdörzsölgetni, hát bazzánk, megtörlöd kétszer, azt akkor megszárad. Az enyém nem. De mi, drót hajad van, vagy mi? Tehát azt, amelyik ízleli, hogy Zotyának ilyen iszonyat... Nem tudod, milyen hajad van. Mikrofon haja van. Ja, mi fele viszne 5-10 törölköző. Az a baj, lehet, igen. Igen, Iggy Boy mondja, Zotya. Dyson Supersonic törölköző kéne neked. Nekem nagyon sűrű hajam van egyébként. Hát, és? Igen, hajad van. Örülj neki, hogy van. Tehát, hogyha meg annyira nem szeret meg, akkor használj rá egy külön törölközőt. És ti vizessel dörzsölöd, nem érzel semmit vele. Vagy van ilyen izé. De miért dörzsölgötned vizessel? Nem kell hát dörzsölni egyébként, magától is megszállod. Persze, hogy megszállod magától. Tőlem. Persze. De nem értem, baszom. Ott a hajszállít, és egy perc alatt megszállítom. De nekem meg nem kezd egy perc sem. Hát nem, hogyha egy hajszállítód, és azt várod, hogy nyerj egyet az Instagramon, akkor meg az jól járt. Hát de hát nekem meg volt. Nincs. De tényleg, hogyha ez a... Szoboszlón nem volt hajszárítónk, fogtam, megdörzsöltem kicsit a száraz törölközőt. Megdörzsölt a kicsit. 30 másodperc. Na de jó neki. Kiálltam a napra, és két perc után száraz volt. Mondjuk igaz tél volt. És tüdőgyulladást kaptam. Jó, mondjuk nekem az is hozzátartozik, hogy én ugye reggel zuhanyzok, és utána egyből megyek dolgozni, tehát... Ijaj, és akkor zuhanyozni, hát ez nem? Én hidegben nem akarok kimenni, egy kicsit se nedves az így nem lett jó. Akkor egyből megfázik a fejem. Sapkán gondolkodtál már? Gondolkodtam, igen. És fogsz venni? Van. Ja. De nem tudom, hogy az, van-e olyan sapka, ami az egész hajad... Az egész hajad belefér? Igen. Hát reméljük bele. Hát nem tudom meg. Zotyának ilyen Jézus hajad, vagy te nem tudom. Én is azt mondtam, hogy... Van-e olyan sapka, amiben az egész hajad belefér? Tehát ezt nem is értem. Tehát vagy mikrofon... Csímasz. De mi ez? Bokádig ér? Bokádig ér? Vagy mi a hosszú? Vagy mekkora? Most mire beszélgetünk? Hát a hajad. Belefér a hajad. Hát én már nem tudom, mire beszélsz. Dajrólag vagy sem. Hát milyen haj az, ami nem fér bele egy sapkába? Itt tudom, itt is ilyen rocker. Hát én nekem a baseball sapkámból kilóg a tarkom, nem hát tudom. De nem, hogy baseball sapkámban jársz télen! Baseball sapkát! Hát én! Egyébként vannak téli baseball sapkák. Mi gondolkodtad, hogy vegyél egy ilyen beanie sapkát, vagy egy usankát, vagy valamit, ami térre való? Nem. De haj, szárítód az van. Dan. Az a lényeg. Dan is. Hát én már nem versenyzek, én beértem. És akkor miért jöttél nekem? Az a botom volt. Hát most mondhattok bármit, ez akkor is fasság. De mi? Hát az, hogy baseball sapkát hordasz télen, és abban nem fér bele a hajad... Nem, az, hogyha belehúzok a fejembe egy téli sapkát, az kurva jó lesz a vizes hajamra. Nem lesz jó, de fázni nem fogsz.
Igen. Tehát nem fázol meg instant, hogyha föl. Meg akkor már nem csurom víz. Tehát, hogy az értem, hogy nem lesz teljesen száraz, hogyha törölközővel megtörlöd, de az pont elég, hogy ne az legyen. Nem lesz vízes, mert nem lesz, ja, nem lesz vízes. Kicsit nedves lesz még. Hát a fejbőröm se lesz száraz, hiába törölgetem, bazd meg. Hát de hogy ne lenne száraz? Hát nagyon rosszul csinálzok. Hát így jól van, bazd meg. Teljesen nem lesz száraz, de kicsit nyírkos, az nem... Várjuk meg, most már Zottya választott, mert azóta sem mondta el, hogy milyen hosszú hajad van. Nyertünk, ugye? Mekkora szorzó volt. De Zottya, lehet, hogy neked más típusú hajad van. Hát kurva sűrű. A hátad... De az nem számít. De hosszú? Nem számít egyébként. Tehát göndör hajad van? Göndör, de mit tudom, hogy hány centi? 5? Ez kurva nevizet. Teszi a kolbászt. Hát de... tudom, hogy nem hosszú. De ezt hogy nem tudod akkor megszárítani? Azt meg. Törölközővel. Így ahogy mondom. Te majom ember vagy? Majom ember. Valóan. Eddig tök torra is kérdéseket tettünk fel. Na most megsértődik. Nem sértődtem meg, hát most mi a kurványámat mondjak erre, bazd meg? Hát de lehet, hogy olyan szőrös vagy. A melleden szoktad kérdezni. Ádám, bazd meg, egy állat! De miért? Azt mondja, most megsértőd. Az atya meg, de mit mondják? Hát most mi? Lehet, hogy kurva szőrös vagy. De nem értem, attól is szűrös, mert ez után megtöröli a haját. Hát akkor nehezebben szárad, mert annak nagyon sűrű a testszőrzete. Akkor a haja is. De most nem is az volt a lényeg, hogy most milyen szőrös szerintem, vagy... Mert de, hogy megszárítja a haját, inkább csak azt... típusú embereknek. De mit számít azon, hogy törli a haját? Hát Ádám, én meg szoktam fésülni a melszőrömet, de hát... attól meg tudom szerinteni, hogy a hajamat. Szerinted neked csak ilyen... Na, Ádám, Picska, holnap munkahelyen Melszőr verseny, ha nyerek, holnap vasárnap megkapom. Holnap vasárnap. Én amúgy ilyen elképesztően szörtelen vagyok, de a hajam nagyon sűrű. Na, Ádám, hétfő Melszőr verseny, mehetsz? Nekem nem szőrös a mellem. Én ember vagyok. Audi márka jelzésre kell trimmelni? Az fasza. Az neked koly kibaszott a pályáról majdnem. De majdnem kanála nem eszel leves. De ezt megbeszéltük, hogy de eszel. Nem, nem eszel. Csúnya van. Olyaj. Olyaj. Volt Ádám megakadt. Azt jól lehet vinni. Beülök a kocsiba, akkor most a kocsiba legyen rajtam a sapka. Akkor beleizzadok egyből. De tegyem le, és akkor meg... igen. Rá, igen, a kocsiban vedeni voltam. Ráfújja a hideg levegőt. Az se jó. Hát de most akkor beizzad, vagy hideg levegőt. De ez most, tehát most ez teljesen mindegy, nem arra a lényeg az otya, mert megszállítod a hajad hajszállítóval, tehát... Igen, senki nem azt mondta, hogy vizes hajjal vegyél föl sapkát, azt úgy menjél. Csak azt nem értjük, hogy törölközővel hogy nem sikerül megszállítanod a hajad olyan szintre, hogy ne kelljen hajszállítoznod. Hanem hosszú a hajad. Ezt nem értjük inkább. Ennyi. Hát azért elnézést, nem számítottam, hogy többiek is beléd mennek. Most ezt nem tudom megmondani, de most úgy, rá... úgyhogy sűrű a haja. Ha megmosnám a hajam, és hát de hogyha törölgetnék... egy kis törölközőt fogsz. Törölgetnék... Az, amíg egy lány is majdnem megszárítja a haját, akinek hosszú. Hát azért az... Hát nem tudom, de... De Zotya, akkor mi nem használsz hajszállítót? Hát de azt használ. Akkor meg mi az alt? Hát az, hogy itt mondják, hogy nem értik, hogy várjál, hogy nem tudom. De várjál, egy különálló törölközővel szoktad meg. Én nem tudok badmondni. Volt, hogy különállóval csináltam. Hát az a hogy nem tudtam. Nincs, csak a másik TSO-t tudok, de oda nem szoktunk járni így a srácokkal, ezekkel a srácokkal. Ezekkel a srácokkal. Ezekkel a srácokkal. Igen. Ezekkel a srácokkal oda. A csöveseket arra tért, hagyjál Mafla. Ez a Simon per Death Fox. Miért akarsz engem permázni? Ribon. Gondi, te mentél neki embereknek? Hát...
nem nagyon tudok neki menni senkinek. Észrevettem, hogy nekem sok HP-ja maradt. 7 HP-m van. Na most tudnék neki menni. Talán. Aha, sikerült a kettő között. Kolynak az is sikerült egy kicsit, de már nem ér semmit. Az felséges volt. Teljesen minden, mert a piros csapat már beért, nem? De még a piros csapat nem ért be? De, mi beértünk. Már bunch, bunch vagyok. És mikor hajszállítózod a hajadat, akkor törölközővel így törlöd közbe? Kézzel. Nem hajszárítóval, hanem kézzel? De bevizezem a hajam, azt hozok egy törölköz. De akkor már úgy csinált, hogy egy laborba belemártod a fejedet. Ja. Mert az miért jó? De hogyha beöltöd a Narutónak, akkor... akkor már le is tudtál egy streamet. Bukta. Feltocska, letöltötte már ezt a szart? Megmostam már a haját. Sőt, jobban mondok, azt sem mindegy, hogy milyen hajszállít. Hát igen, hogy a Dyson Supersonic hajszállít, bocsánat, az olyan. Én mondom, én szerintem 20 éve nem szállítottam hajat hajszállítóval. Jó, de nem jöttek ki a szobából sem. Nem tudom, én csinál, volt olyan, hogy nem szállítottam egy de, pár. Hát például én jártam sportolni, és ugye edzésen mindig megmostam a fejemet is. Ettel edzés után fürdőt. Na szóval fürdés közben mindig megmostam a fejemet is edzés szóval után. Pár hétig nem na, szállítottam, és kijöttem a fürdőből, akkor olyan érzésem volt, mint a tiszta belenne párásodva az agyam. Ja, meg nekem ez egy másik test részem volt. Túl sokáig is meleg vízzel zuhanyozom, igen, nem? Igen, általában ki kell nyitni egy kicsit a fürdőszoba ajtaját, és na, kimegy a párás levegő. Na ez igaz, hajszállítót használtam, de igen, mást szállítottam vele. Például a telefont. Vagy inget, ugye? Amikor berakod az ujjába, hogy valahogy száradjon. Ja. Azt megcsap az ára. Na, az a lényeg benne. Ah, csak akkor kell a rizsbe rakni a betört a kijelző. Amúgy nem. Vagy az, hogy a... Csicsi, majdnem letöltöd a spoileremet. De sosem hát próbálkoztam. De rövid hajat olyan szintig meg lehet, bármikor meg lehet törölni, hogy kb. Felraksz egy csapkát, az semmi bajod. Jaj, bocs! Csicsit akartam. Végig valaki? Jaj. Nem még ment. Nem, JJ volt. Én előtte voltam, még valaki előtt. Ne lökdös, ne lökdös. Hát ez a JJ, ez nagyon szemtelen Ádám. Láttam, hogy te voltál. Mi? JJ volt. A másik, na jó. A másik. Ajjajjajjajj. Jó lesz ez még. Tag, neked kéne kerizni a csapatot, ugye tudod? Hát, top. Zotya a lelátó téren van. Ez hogyha nézővé már konkrétan. Mi történik ott? Hát én segítettem neki. Hát nem te meg mit csinálsz? Jó, az szép volt. Próbáltalak jobbról kikerülni. Engedj már el! Szóval Ádám, első két helyet kell hoznunk. Na de az annyira csalás az autó, JJ autója amúgy. Undorító van csalás. Igen, JJ végig csal. Az autó undorító. Tehát, hogy sok HP-je is van, Zotya meg kim van a nézőtéren. Igen, Zotya azóta nem jött vissza. Nyerhetetlen megint, nyerhetetlen. A haját is megszárítja. Nyerhetetlen a game. Nem haládunk. Hát szedem, nem látod, hogy megyek? Gyöngyös. Ez hogy hát ennyire kiraktam. Ezt nem tudod rászatálni, csak szerintem el van a hajat szárít. Ja, lehet. Meglátod, hogy hajszárított. Vagy fürd, lehet ő is nyert. Vagy lehet, hogy most meg a Dyson Supersonic hajszárítja és átveszi. Nem tudom, teljesen ostoba. Miért ugrasz rám?
Miért jössz alá? Hát látom, hogy elmúltad a korlát. Igen, mert jobbra akartam menni. De miért nem balra mész a bal oldalt? Azért, mert olyan arra ment, és inkább mögötte mentem volna, semmint szembe vele. Érted? Nem volt rossz, csak az a baj, nem lesz elég. Sikereszve a pályán. Nem bírok ennyit kiejteni külös csapatból. Attól félek, hogy Grisker visszaadja azt, amit az előbb adtam neki. Félhetsz is. Vagyok mögötted. Kiejtettem? Nem. Kit? Téged. Há, hogy? Mit tudom én? Hát volt még vagy 20 HP-m. Reménykedni szabadnak. Totya visszajött. Jó, a Grayscale-t még annyira megpörgetem, hogy ne jöjjön elém. Nem szabad, hogy beérnek a pirosak, az vége. Egészségedre. Egyiküket tudtam csak kiejteni. De várjunk már, amúgy 11 vagy 13 ember jelezte, hogy jönne ma, és nem volt itt soha 13 ember. Hát verset is írtak. Hát megyek vissza is nézem, hogy ki nem jött. Összesen volt annyi. Hát mi nem is írtam. Nem egyszer. Nem ketten voltunk, nem? Na nézzük. Tag-e? Aki nincs. Ja. Okay. Meg audio is jobban jelölte, azt ő sem jött. Audio minek jelölte be? Meg Suhika se jött. Ezeket a neveket fel is írom. Hát mert Suhika azt hitte, hogy tegnap volt. Sittes is bejelölte. Gergyi. Jó, mondjuk Sittes Gácsit megértem, mert ő... De a szombatot nézd akkor. Szombatot nézd, a jégkockát. Ja, tényleg jégkockát kell. De van is benne. De Gergyi, Suhika, Audio és Tage. Gergyi, Suhika. És Gergyi. Várjátok, jön nekem. Sohikát, mindjárt jövök, jó? Csak adok enni Mogyinak. Jaj, adok enni. Szégyen falra a nevüket. Mogyi. Vagy addig nem tudom, addig kilépek, addig azt nyomtok, hogy nyomjátok addig? Megvan. Annyi, 5 perc 10. Hozunk mind kaját, meg mindenki egy pisikán kapikát. Ja, az milyen jó. Oké. Az a baj, ez nem igazi kutya. Ez csak egy ilyen élő tamagocsi. Micsoda? Hát ez... Dóri kutyája. Mi? Nem ilyen... Olyan, mint... Portölőrony. Tudod az, ami a... Barkot ki lehet törölni. Hát nem kell minden kutyának üzenek lennie. Rottweilernek. Nem Rottweilernek, német juhásznak. Na, haló? 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 Van itt... Ó, itt vagytok. Mi a helyzet? Haló? Haló? Hallunk. Haló? Haló?
Haló? Haló? Just Dance, Hot Tube Later. Na, ez kicsoda? Mondjad. Akkor már megyek. Amourant. Amourant? Amonger. Ó, kapcsis az más. Az se könnyű meló, legyünk őszintén. Nem az. Na, mellei vannak, te jó isten. Jó, de most mit csinál vele? Ha, pénzt keres, bazd meg. Nyertem még egyet, bazd meg! Ki a mafla? Fogom megtalálni. Esztek valamit? Megettek? Mi teszel az atyak? Az én nápoim. Itt van most. Nem? Ja, nem rossz. Örülök. Tényleg, Takács nem jössz fel, hát ha valami jó beszélgetés nem lesz. Vagy lesz megint. Na, re? Halló? 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 Adtál lenni? Magad te? Aha, aha. Lett neki? Eszik még. Ha? Ilyenkor suliba van, Dóri? Aha. Ilyenkor? Aha, hát csak szombatonként van. Gondolom valami felnőtt képzés, hogy mi a faszom. Hát már felnőtt, igen. Én pedig Takás biztos oda tudott volna szólni a hajszárítós témához. Ó, szerintem sok... Nem, szerintem JJ tudna nagyon sokat beszélni. Mi a? Hajszárítós téma. De JJ nem kopasz. Köszi Takás, nagyon sok is elvok, köszi. Szia Mafla. Nem vagyok kopasz. Miért ez, ez a hír járja? Kopasz. Ez a hír járja, hogy kopasz vagyok? Nem. Akkor nézem tovább a Just Dance-et. Oké. Okay. Hosszabb hajad van, mint Zotyának? JJ. Hosszabb. Milyen? És te törölközővel szállítod, JJ? Aha. Sikerül. Na akkor a technikával van a baj. Azt mondod, Zotyának nem jó a technikája? Igen. Zotya? Lehet. Just Dance-et néz. Nem tud figyelni most. Az a baj ezekkel a Hot Tub meg Just Dance csatornákkal, hogy az ember itt várja, szar. Hogy történjen valami. Nem kap semmit végül. Ja, hát mit kap? Mit szeretnék kapni? De mindenket nem elég, hogy lomagolja a kis banányát. Értem, hogy mit szeretnék kapni, de hát nem tudom, hogy miért történne meg az. Nyilván nem felnőtt tartomat, nem erről van szó. Akkor, de más nem lesz, nyilván. De valami, és akkor nem, ott ül a vízben. Kiábrándító a kezem. De miért lenne kiábrándító? Hát mert miért nem az, vagy nem tudom. Nem, mert
mert én megalázó a nő számára, és nem már csak azok azok meg szánalmasabbak, akik ezért... Ja, bocs! Bocs, Zotya! Mennyire voltál amuránszabb? Nem értettem, mit mondasz. Azok a legszánalmasabbak, akik ezért pénzt fizetnek. A hottyúbért? Ja, ja. Nem kapsz érte semmit. Most ennyire akkor máshol miért szabolsz? Mert mondjuk tetszik, amit látok, és az egy content, és nem arról van szó. Úgy érti Ádám, hogy igen, tehát elmondta, hogy miért nem az, miért content az. Szóval miért nem content az, ami ott van? Miért nem? Hát mert megalázó. Kinek? A nőnek. Úgy most kicsit úgy tudom elkezdeni, hogy Zotyán néz valamit, és így csak így mond dolgokat. Igen, közben elfoglalt. Hát én inkább erre azt tudnám mondani, hogyha már fizetni akarnék a Murannak, akkor már inkább az OnlyFans-ért. Hát, jó. Mert? Nem érsz szobolnék fel. Hova? Mert ott sincs sokkal több, meg értesz az... Sima soft porno. Na azért fizetni ez a tényleg. Na várjunk? Persze, de így az egész... tehát nem tudom, most úgy mondom azt, hogy most mit tudom én. Én is streamelek, de... Az, ami ott történik, amennyit láttam, az tényleg az, amit Ádám mond. Na, szóval, hogy szánalmas, amit csinálnak? Az. Nem tudom, hát... Nyilván nem jó, de... ez szerintem nem szánalmas, csak... Az a fura, hogy átmegy oda az ember... És nem történik semmi. Na ezt mondtam. Hát akkor mi ezen a fura? Hát ez az egész, tehát hogy nem tudom, hogy mit... Tehát nem értem. Tehát, mert miért jön vissza okoskodni? Mondja Zotya, hogy minek kéne történnie. Hát nem tudom, akkor beszélgessen a chattel, vagy... De ennyi szokott csak történni. De hát nem, meg az se. Még hát akkor meg pláne nem értem, hogy mit mondasz. Hát nem, lenne tippem azért, de mindegy. Hát én nem tudom képzelni, hogy mit beszélnék vele. Én nem tudom képzelni, hogyha így... Nem is tudom, talán még pédése beszélgetnék vele, és nem én azért, mert... beszélgetnék vele, nagyon beszélgetés csak alval. Nem, Zotya, te megbasznak, bocsánat. Nem. Én komolyan beszélgetnék vele, hogy ezt miért csinálja, vagy hogy... Hát engem nem érdekel. Szívesen megsporoltunk egy beszélgetést. Ingen volt. Amúgy nem fizetek, hogyan fizetnék, de hogy fizetek. Én nem is követem, bazd meg. Csak nézd. Nem, csak néha szoktam ilyen holt időben. Nem követed, csak az utcát. Mit? Miért, Zotya? Most komolyan? Mi ez? Na, Skyler, akkor jössz játszani? Nem. Hát akkor... már megint én vagyok a fasz akkor, persze, mert néha megnézek egy ilyen streamert. Hát nem, de hát persze egy pénzért, persze, hát mi másért csinálnál? A benzinkútért, amit vett. Vett egy benzinkutat? Ja. Na. Olyan jó befektetés. Megnézném, hogy ott bemény, és akkor ott igazgatja az alkalmazottakat. Gondolhatod. Na csáfeldé. Amúgy meg, ha így néznék ki, és megélnék ebből, és olyan csinálnám. Minden, mind nézel ki? Figyelj, Zotya, teljesen így, hogy nézzel ki, ebből lehet pénzt keresni. Hát, hogyha érdekel, akkor... Hát hidd el, hogy ahogy én kinézek, abból nem. Hát de, azt mondja Ádám, hogy de lehet. Lehet, hogy Ádám fizetne érte neked. Nem. Na, Zotya, készítsd a képeket Ádámnak, küldd el, hát ha mégis fizetne érte. Skyler nagyon... Magyarországon vannak olyan streamerek, akik még csak nem is ilyen, izé... Csöcskirakó streamerek, aztán mégis
több száz dollárokat donételnek neki. Igen. Montinak. De és ezzel most mi a... Semmi, csak mondtam valamit, nem feltétlenül akarok minden mögé. Na sziasztok, hello! Hát akkor nem értem, hogy most ezt, hogy miért említetted, vagy mi volt a lényeg, ebben a lényeg? De ti sem vagy contentet csinálsz, hogy kirakod a csöcsödet. Nem? Nem. Nem. Nem muszáj contentet csinálni. Csak akkor nem fognak nézni. Hát igen. Itt olyan, én azt vártam, hogy majd ott akkor beszél valamiről, mit tudom én, hogy... Ez meg az az... Nem tudom, valamiről beszéljen, bazd meg, ne az legyen, hogy ott áll. Hát ott az én a content, hogy létezik, tehát... Hogy... Én nem értem. Én most ez az egészet nem értem. Én se. Egyre jobban összezavartak, eddig nagyjából érthetem, mi van, de... Hát ha Dan is érti, akkor nem én vagyok hülye. Senki nem mondta, hogy hülye vagy, csak azt, hogy nem értjük. Nem értik, mert kicsit össze-vissza beszélünk dolgokról. Hogy most nem értem ennek az egésznek a lényegét. Hogy most mind vitatkoznak, hogyha vitatkoznak. Nem tudom, mit mondott, nem tudom, mit mondott, hogyha nézni lehet, de azt mondja Ádám is, hogy ezért aki pénzt költ, az mit mondott Ádám? Szánalmas. Persze, kiverni ki tudod, anélkül, hogy fizetsz neki, most minek fizetné neki, hogy bemondja azt, hogy kurva ügyes vagy kurva jó vagy. Hát de ebbe más nem történik, az nem lesz, amit mondtál, mert látod, hogy nincs semmi, akkor meg az egésznek igazából annyi értelme van, hogy... Így mondanám, hogy nem biztos, hogy emlékeztek a régi kontira. egy picit álljunk meg, tehát nem, Licsi... Nem, fejezzem be, nem, én szeretném. Nem, légy szíves, ne. Ha Licsi, te Erzával egy agyi szintre raksz, akkor én most kilépek és nem tudom, mit csinálok. Nem, szóval azt akartam mondani, hogy nincs katarzis élmény. Jaj, na, megfejtettünk valamit? Nem. Tehát nézed őket és nem történik, nem jutsz A pontról B pontra. De teljesen hülye vagy. Ja. Mi? Most az Ádámnak mondod? Most megint nem értem. De nem történik semmi. Ezt már az otya is elismerte, most meg azt mondja, hogy mégis történik valami, mert most igen. Nem értem, mit mondtok. Nekem ez esik le. Most nem világosítotok fel? Most mi a fasz van? Én várom. Én a streamet nem azért nézem, hogy katarzis legyen. Én azért néztem. Jó, de ott nem csak, hogy nincs katarzis, hanem semmi nincs, te mondtad. Hát azt értem, de hát most ezen a streamen sincs katarzis. Hát de, hát ez mi? De a régi kontinál volt katarzis. Kész. Hát fasz a régi konti. Hát nem is láttad. De láttam. Nem láttad. Amurantot nézte. Nem szóltam be Erzának egyébként. Miért? Mondtam, hogy jön ide Erz? Miért nem szóltál be? Annyit mondtam, hogy ne rakjunk elme párbaj szintre egymást. Miért? Hát most Erz amúgy tök normális, csak hülye. Hát ez az. De az okos hülye. Erza nagyon-nagyon vicces gyerek. Nagyon okos is. Én nem mondtam, hogy Erza hülye. Nagyon nem, de azért okos. Jó, szerintem okos. Akinek jó humor érzéke van, az intelligens. Legyen. Lejárt a mikrom. És kinek van jó humor érzéke? Erzának. Na. A Csabinak is van. Ahogy a másik. De Erza az Csabi. Hát a... Az a Csabi, aki nem szeret. Na, féreg, szóval akkor féreg Csabi. Visszatérve az egészre. Nyilván, aki ezért pénzt ad, az nem okos ember. Hát mi? Aki ezért... Most, ilyenkor mind... Nem, erre, jó, Dank, várjál. Ilyenkor általában úgy lehet érvelni, hogy úgy csinálsz, mint hogyha te azért érvelnél, hogy a másik oldalhoz tartozol. Tehát, hogy valaki ezért azért fizet, mert valamit akar érte kapni. Azért, amit fizet. Igen. Ez és hogyha ő ezt megkapja, ez ugyanaz, mint amikor beszéltünk Mutko a... Hogy hívják azt a faszt, akit Ádám mondta, hogy hogy nem tudom, na mindegy, szóval emlékeztek, biztos, na mindegy. Szóval valaki azért fizet, azt hogyha azt kapja, amit szeretne, akkor ennyi. De van katarzis, vagy nincs? Semmit.
Nem, de amúgy annak alapvetően azért fizetek, mert... Nézel egy, fizetsz egy TV csatornáért, és... pénzt, és akkor majd valahogy kapcsolatba álltok, és akkor összeházasodtok, meg mit tudom én. De úgyis, hát valaki csak nézi, valaki csak nézi, azért fizet, hogy nézhesse továbbra is, ahogy ott ül a medencébe. Ezzel most olyan szempontból nincsen baj, hogy azért fizet, mert most, hogyha te csak a tartalom az így ennyi. Most, hogyha te azért fizetsz, hogy fizetsz a TV csatornáért, amiben megy a sport, és te csak nézed a sportot, ahol így sportolnak, akkor azért fizettél, hogy azt nézd. De ez most olyan, mintha azt mondanád, hogy a Twitchnek adok egy bizonyos pénzt, nem konkrétan annak a content creatornak, és a Twitch meg majd szétszórja. A tévés példát. Mindegy, az a lényeg, hogy vannak, akik azért fizetnek, hogy azt kapják, amit kapnak. Érted? Én abszolút. Nem tudom, most hozzám szól a kérdés. Ja, erről az ingyen néz tartalmatról, erről a Friderikusz jut eszembe. Jaj, ne. Azt vágod, Ádám? Nem, hallottam. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó volt. A 90-es évek hiénái. Tipikus. De ez nagyon jó volt, hogy volt belőle ilyen cikk, és így nagyon gáz volt. Ma arról van szó, hogy Friderikuszt már a kereskedelmi tévékben is mindenki utána mindenkivel összeveszett. Megint nyertem. Ezekben a bizniszekben nagyon sok pénzt. DJ, mehet egyébként? Köszi szépen, Mifu, köszi. Köszi a hetedik évet. Nem, csak kérdezem, hogy de az volt a legjobb, amikor ott... Hát most van itt előttem egy tányért. Jó, a probléma az, hogy... A cikkben itt olyanokat írt elvileg, hogy valami 30 milliót költött stúdióra, meg mindenféle berendezésre. Ja, ez hogy a YouTube csatornáját elindítsák, és így vannak olyan emberek, akik nem fizetnek érte, csak úgy ingyen nézik. De egyébként ez hogy és így nem jön vissza a pénz. És hogy ez így... következik, hogy nem érti azt, hogy hogyan működik és így... a stream business. Persze, és ilyen példa volt benne, hogy a pékségbe se veszed el csak úgy a zsömlét, azt is megsüti valaki, vagy valami ilyesmi példa volt benne. Jó, hát nem érti a streaming business modelljét. De igen, szegény utána, Fridi. De utána csinált egy ilyen izét, hogy ott az miről szólt, amikor mondta, hogy hát, hogy sajtós volt, de hogy a sajtós az nem sajtós volt, de ha lenne egy sajtós... Egy halott ember nevében küldött egy e-mailt, az... Ja tényleg, az is volt, ja, szuper. Erről van szó, és akkor nyilvánosságra hozták, hogy egy halott nevét írta alá arra az e-mailre, amit ő írt. De végül azt nem vállalta be, hogy az úgy volt, csak így nem beszélt róla, nem? Hát arról van szó, hogy van ennek is stábja. Olyan típusú marketinges embere, akinek még nevet is tulajdonított, és nincs. Sajtos, igen, sajtos. Egy sajtosa. Sajtos. Marketing. Tudod, az új neked sincs. Igen, az nekem. Hát Skyler, ugye? Mehet közben? Vagy mi van, srácok? Igen, jó, ami ingyen van, sajnos az annyit is ért. Arra figyeljetek, hogy ez egy kb. Körölakú pálya. És verseny jellegű. Igen, egyébként... Jaj, hát nagyon lemaradt. Ámint nem tudom, hogy mit gondolt, hogy... Tehát, hogy... Mindent, önmagáról mindent. Nem tudom, azt sem tudom. Rólam? De Frederik ott buzzi, nem? Hát az, de most ebben nekem nincs jelentősége ebből a szempontból. De ez a példa is, hát most, hogyha a pékségben ingyen lenne a zsömle, akkor mindenki elvinné. Hát becsületkassa. De hát a YouTube műzleti... Na hát akkor... Igen van, tehát ott elvileg a hirdetések egy pénz. Hát igen, akkor basztanál a reklámot, azt akkor ennyi, hát most... Így van, de ez az üzleti modell, semmi ingyenesség nincs benne. Hát akkor azért nem értem, hogy akkor viszont nem értem, hogy mi az, hogy vannak, akik ingyen nézik és nem fizetnek. Hát veszek, hát persze, hogy vannak, hát a YouTube reklámjait nézik. De nem, mert ugye ott az volt a lényeg, hogy kikapcsolta a reklámokat. Hát akkor meg most erre mit lehet mondani? De most miért mentek egymásnak? Hát hogy miért kell így játszani? Igen, az JJ nem értem én se. Mit? Hogy miért kell egymásnak menni? Igen, hát JJ. Nem fértem el. Hát, hogy mi? Mentem egyenesen. Hú, bazzeg, ez kurva szar lesz. Ó, bazz, meg nem láttam, hogy ott le van záró. Hú! Most nagyon jó. Hú, meg tudnak ott lehet ugrálni. Rálukolj velem, az a legszomorúbb az egészben. Legalább van helyen fanyarodni. De nincs. Én annyira nem bágom a Frederikus, én nem mondom, hogy hülye, csak az, hogy ez nagyon nagy butaság volt, ahogy ezt így gondolta.
Hát amikor nem áll mögött egy marketing, meg mindenféle tervezet, hát kiderül, hogy mennyit ér önmagában. Tehát ez nem is tudom, olyan, mint hogyha, tehát ez kb. Olyan szintű, nem tudom, olyan szinten volt ez a dolog, mint hogyha én kitalálnék valami olyat, ami teljesen távol áll tőlem, és így kiderülne, hogy nem úgy van, azt akkor utána így mondanám, hogy hát de miért nem úgy van, vagy nem tudom. Ezek, hogy nem tudok egyenesen rámenni egy ugratóra se. Le is mondom, már feladtam lélekbe. Lehet, hogy inkább megeszem. Szerintem ez nem is egy rossz pálya. De annyira nem is szar. Ez egy okés versenyzős pálya, mert nem könnyű végigmenni rajta. Igen. Milyen színű vagy? Piros. Amúgy ahhoz képest, amennyi fajért csinálok, még mindig nem estem visszább. Hogy elnézem, akkor mindenki szenved ezzel a pályán. Viszont azt nem értettem abból a cikkbe is, amiben ez benne volt, amit mondtam, hogy valami 30 milliót fektetett be stúdióba, meg ilyenek. Így, te mit értesz? Ilyen buta? Egy profi stúdiót egy YouTube streamhez, meg streamhez. Mert azt hittem, hogy nem tudod, hogy a kanapéból ugyanezt megcsinálni. Azt hittem, hogy ez rádió, meg televízió. Pedig nem. Még abban a világban él, hogy van két kereskedelmi csatorna, és mindenki pedig őt fogják nézni. Hát na jó, de nem tudom. Jó, lehet, én máshogy gondolkodok azért. Most oké, nulla ismeretem van, akkor nem fektetek be egyből izét, hanem annyira utána járok, érted? Vagy elkezdem kicsibe, és hogyha látom, hogy... De ő profi. Ja. Hát ő nem kompromisszumokat a minőségben, tudod? Oké. Okay. De hát 5 millióból is lehet stúdiót profi szinten csinálni, ja, csak szóval okosan kell. Kompromisszumokat a minőség tekintetében. Na jó, de hát 30 milliót csak egy hülye költ stúdióra. Hát annyiból hát veszek egy lakás. De el se tudsz költeni 30 milliót. Szia Csajka. De értem, amit mondasz, Ádám. Nem kell félteni, van egy lakást a magát. Nem tudom, 30 millióból egy ilyen kis... Mit tudom én, egy garázs kibérelek. Faszán hangszigetele, meg ilyenek, hát az sincs 30 millió. Beleveszek egy számítót, mikrofont, stb. Ádám, nem, azért stúdióra azért lehet költeni, csak azt mondom, hogy... Ádám, csapat vagy. Hú, ez csapatos! Ennyire vezetünk, most nézem. Annyi szerencséd van, hogy csak Conti előzött meg, mert GG-t valamikor leköröztem. Én ezt értem, szépen. Én csak azt a részét nem értem, hogy hát... Érted, most akkor, nem tudom, egyből befektetsz ennyit, és így... Vagy nem tudom, úgy gondolta, hogy vágja nagyon, vagy... Vagy úgy gondolta, hogy nem tudom, hogy gondolta. Conti azt gondolta, hogy lesz belőle bevétele. Hát de lesz is bevétele, csak nem, tehát nem annyi, és nem egyből. Igen, hát de miért akarjuk megfejteni, hogy mit gondolt? Mert ilyenek vagyunk az emberek, ilyenek, Zotya. Zotya. Nézd meg, a 90-es évekbeli interjúit, amiket csinál. Bőven elég ahhoz, hogy rájöjjél, hogy ez nem normális ember. Mert nem bánom, mert mi volt akkor vele a baj? Hát ne akkor születtél, igen, de... nem született mindenki a nagy bumbor. Ezt nem ezért mondtam, csak hogy... hogy ismerné. Nem lennének elvárásai Kyrikusszal szemben, hogy gondolkodjon. De miért? Megnéztem a YouTube csatját, teljesen okés. Csak azt nem értem, hogy ezt meg tudtam csinálni a ötöd annyiból, és akkor nem lett volna mínusz nem tudom mennyibe. És valószínűleg, hogyha látja, hogy mit tudom én, több százezer nézettsége van, akkor, vagy milyen nézettsége van az alapján... Fidelikus nem egy fiatal ember. Nem számít, hogy hány éves, nem? Tehát most attól még... Nem érti a... De mit nem érted? Nem az, hogy érti, hanem az, hogy... Nem érti. Oké, de ha meg tudja, hogy nem érti, akkor meg utána néz. Tehát most... Nem tudja, hogy nem érti, azt hiszi, hogy érti, de valójában nem érti. Na, akkor nem is értem. Akkor te se érted. Nem. Amint értem, amit mondasz, csak egyszerűen nem tudom elfogadni, úgy látszik. Ja, amúgy nyertünk. Vagy nem is volt fogadás. Én inkább nézem a Just Dance. Azt nagyon jó most. Az most kivételesen jó szerintem. De egyébként Amurat annyira nem is táncol jól. Vagy jó, nem ez számít, persze. Honnan tudod?
Hát belenéztem ezekbe, és arra vártam, hogy, lesz valami olyasmi, ami miatt. Na most hirtelen történt valami, ami ritkán történik, és akkor különleges. Jó van, Gergi, azért nem ronda. Tehát... Jó, de... Majd nagyon jól tud kameraszögeket keresni. Breakdáncolni. Meg tud úgy pózolni, hogy jó lesz. Nem tudom, azért fölmész egy ilyen izés oldalra, ilyenkor be kell mondani. A haverom mondta, hogyha fölmész egy ilyen... Ja, a gyerek nézi a streamet, úgyhogy légy szíves. Fölmész egy ilyen leak, hát akkor úgy mondom, fölmész egy ilyen oldalra, mint amit Skyler mondott, hogy leakelt bármilyen fanszos oldalakra, és akkor ott találsz ezer meg egy ilyet. Átküldeni a linket? Hát csak haverom tudja. Nem tudom, amúgy Skyler mondta tényleg, hogy neki küldött Fergyó, azt hiszem. Akkor Skylertől kell kérni. Most nem is értem, mit írsz ti. Isten. Friderikuszra mondta. Ja. De mi az, hogy marxista bolsi? Hát ez így van. Valószínűleg fiatal vagy, Zotya. Igen. A marxista az a... Mi a faszom? Az a része nagyjából menne, a másik nem megy. Volskovic? Vagy mi? Blaskovic. Nem váltatok. Amúgy ezzel is vágja, egyébként ezzel is vágja ezeket szerintem. Nem váltatok kocsikon? Én nem. Miért kéne? Nem, nem van. Hát lehet azt hozni. Én nem vágom, Steve, én hülye vagyok. A Fairplay nevében mindenkinek felhívtam rá a figyelmét. De úgy érzem, hogy Steve, te el tudnál vitatkozni Ádámmal. Csak az a baj, hogy valószínűleg Ádám addig nyomná, hogy megsértene. Az a baj, Ádámon nem lehet meggyőzni, mert Ádám egy olyan ember, akinek van valamiről egy vélemény, és meg van győződve, hogy neki van igaz. De miért kéne meggyőzni? Miért kéne mindenkinek, hogy ugyanolyan véleménye legyen? Hát figyelj, meg tudom győzni Ádámot, hogy 2 meg 2 az 4. Annyi? Aha. Nem vágod? Én ráhiszem. Na ugye, meg is vagy győzve. Aj, Gergi! Hát, adjő! Viszlátlan. Ugye jövök vissza. Te basznak! Ő Istenem, jobb lett volna szarabb kocsikkal jönni, esküszöm. Az jó, már eljöttem. Látom, más is levetette magát a mélybe. Én nem akarok vitatkozni senkivel. Persze. Hogyha csak nézi ott a táncolást, azt el van. Hát nem nézem, most kikapcsolom. Miből van? Betonból a gumi? Az meg szögletes az egy... A benzin. Én egy ilyen izé vagyok. Tagletes. Biztos sokak szerint egy ilyen... Nem tudom. Nem tudja. Egy ilyen hülye. Egy ilyen hülye. Aki... Reméket, hogy kicsit mélyebb szántóbbat kapunk ennél. Aki Amourantoknak fizet azért, hogy bemondják a nevét. Csimpre gondolsz? Nem az. Csimpánz, arra. Csimp. Ma monke. Mondtam neked, hogy fazékony akkor, ugye? Köszi, Danis, jó volt a csapat munka, mint lolba. Aha. Mint lóban, ugye? Hát nehéz hosszába menni ezen a pályán. Elobolást a gyereknek. Robitoxin. Viszont nem koronavírusos, hál' Istennek. Az a lényeg. Akkor hétfőn már jössz dolgozni? Hát iskolába megy. Nem, az sokkal jobb az iskola. Nem dolgozni. Tehát koronavírus nem is létezik. Az ilyen... Gergit, de megbaszol. Az ilyen Friderikuszok találták ki. Egyébként állítólag igen, és úgy tudom, hogy az oltás amúgy az 5G ellen van. Igen. Ha beoltottak téged, szar lesz az 5G a telefonodon. Hát a telefonodon ugyanolyan lesz, csak nem halsz bele. De én meg pont ezt...
Hittem, hogy ilyen 5G chipset raknak belém. Chipset? Miért raknának beléd... ...burgonya hát, szirmot? Hát, hogy tudják, hogy hol vagyok. Pont hát, arra beszélgettük a kollégámmal, hogy... ...cégautót akar egy csomó ember. Nem tudjuk megoldani adó fizetést nélkül, viszont a halottas kocsi... Az már minket cégautót fizetni. Ha azok mondnak a munkatársaknak a holttestét, akik elhúnytak, azokat cipelgetnék néhány napig, akkor ezzel meg tudnánk spórolni ezt az adatot. És akkor vettetek egy halottas kocsit? Vettetek egy halottas kocsit? Hát nem, csak ezen gondolom. Majd lenézzek legközelebb a parkolóba, ott van a halottas kocsi. Meg benne van az a kollega. Persze. Hát geci. Ha valakit kirúgnak először, azt hiszem, hogy a halottas kocsiba van-e. Ez az XY felmondott, és így a halottas kocsiba látom, hogy visszaköszön. Hát remélem, hogy nem Takács. Dani, is átugratlak. Az igen. Miért adtál még ezt? Engedd már a hátsó kerekeim! Ilyen pályák kellenek ebbe a gémbe. Ez majd meg az utolsó körbe. Ilyen pályák, több ilyen pályák kellene ebbe a gémbe, vagy ilyen nehezebb pályák. Elég nehéz egyébként. Ezt is úgy kellett keresnem, Konti, ne idegesítsék. Vágom, azért mondtam, mert nem nagyon találtál ilyet eddig. A singleből nézegettem a pályákat, azt ami olyan volt, azt megjegyeztem. Ezt tudtam megjegyezni neked. Azt mondom, hogy ez nehéz, nem annyira unalmas, mert a többi pálya az tényleg ilyen... De most akkor Federikus visszakapcsolta a reklámokat? Magmond szólt neki valaki, hogy nyomja be az 1 milliós videójára a reklámokat? Hát abból csak 4 centet kap Konti. Voltak 4 cent a faszom az. És az bűncselekmény. Mert ez micsoda? Hát egy halott nevében. Jaj, jó, én ezt hittem, hogy a reklámra mondod. Nem, hát ez egy kicsit komolyabb dolog ám. Akinek hamisít eszem. Hát nem illik. Csak van. Ez a ennyi be. Nem? Ennyi be, ennyi. Hát akkor van, ügyes. Megteheti. Nyomhatná Twitch-en. Hát miért itt a Mogács is ezt csinálta? Ah. Ő is egy halott nevében ír. Mit csinálta Mogács? Mi lett belőle? Elhívta a VR podcastolni, bazd meg. Fajok. Hát szenved szerencsétlen, nyilván nincsenek fellépései. Mi? Szerintem neki hogy mondod ezt? A minősége a streamnek az high quality. Nekem a kedvencem az volt, amikor lekurvanyázott egy csávot, aki beszámgisztelt 10-et. Igen. Mert azt hitte, hogy trollkodásból küldte, és kibannolta a permára. Hát ez... De ott komoly játékozás ment, én úgy tudom. Komoly, jó. FIFA. Igen. De főleg mi? Bármi, amit magát csinál, az komoly. De ez mi volt? Mi volt egy izé? Éppen szopásra állt a játékba, és valaki begiftelt 10 subgiftet, és akkor mondta neki, hogy a kurva anyját, hogy ilyen gyökér vagy, meg minden, és kibannolta. Mert hogy azt hitte, hogy azért donételte be, hogy elterelje a figyelmét. Köszönöm, már köszi. Kellene egy kis kenyér, hogy gyorsabban nem, kész legyen a kovászos uborka. Az alert hangja az megzavarta. Köszi szépen, már köszi. És akkor ember, hogy őt nem szabad megzavarni. Hát jó van basszus, hát most erre mit lehet mondani? Neki nem, ez az ő streamje, az kész, nagy dolog. Hát az egy tahó. Az. Hát szerinted? Igen, még nem. Na. Hát szerintem, tovább is menjem szanára, hogy... azért ennyire nem vagyunk különbözőek szerintem. Hogy ez azt gondolt, hogy ez nem az. Hát basszus, most én nem azt mondom, hogy nem az. Én azt mondom, hogy tehát most... Most majdnem azt mondtam, hogy bárkivel előfordul, de bárkivel előfordul az, hogy csinál valamit, még streamen is, azt valaki... Tehát valaki olyan, valami olyan dolog történik, amire máshogy reagál. Na, akkor így, ezt próbáltam így kifejezni. Hát, eufemisztikus volt. Jó, de érted, hogy mit akartam ezzel mondani? Nem, akkor mind. Nyilván nincs rendben ez a reakciója, de hogy ez nem... De hát ezt ő is tudta, utána bocsánatot kért. Jó, de utána meg bocsánatot kért. Hát jóval utána, amikor rászóltak, hogy...
Hát nem úgy van, hogy ő gondolta, nem úgy van, hogy ő gondolta, bocsánatot kért. Na. Igen. Tévedett, tévedett, nem. Ja, tévedett. Na. Nem volt szép, ahogy csinálta, de... Persze. Ja. Most de ennél most... többet nem, tehát hogy neked is van szarnapot, te is csinálsz olyat, nem, nem, nem vagy büszke. Arról van szó, hogy ő ezt komolyan gondolta. De most az a lényeg, hogy most akkor umbannóval lett a gyerek? Hát de itt az a lényeg, hogy múltkor, amikor valaki becsírelt és Conti elbaszta az ugrást, akkor is megmondta Conti, hogy baszódj meg. És nem ment tovább. Nem ez teljesen nem, normális reakció. Nem ilyen volt. Még ki is bannolta volna szerintem. Nem ilyen volt. Utána megállt és 10 percig szitta a gyereket. Jó, de mit csírel be? 200-ast, amivel beszúbantja? Jó, van. Mit számít ez már? Inkább redizzetek. Ja, de beszéljük le más streamerekkel. Jó. Különben is nem is nézzük egyiket se. Én igen. Néha, hogy te csak akkor, amikor kivered. Azt mondom, hogy egyébként nála amúgy annyira nem, annyira sokat nem néztem, hogy mennyire szórakoztató, de amúgy a quality, tehát a streamen egyébként az elég magas. Technikailag igen. Hát de az számít igazán, nem? Köszönöm szépen. Koly amúgy. Nekem azt számít, ha valakinek van adja, de mindegy. Na, Muratnak van. Akkor az érdekes pedig. De nekem kettő is van, mert hatalmas. Én nem értitek, hogy szerintem összesen néztem nagyjából fél órát az egész. Nem baj ez. Nem a faszotok. VR-t azt nézted, Zotya? Nem. Jó. Csak megmondhattad volna, hogy a Sekirot befejezte Pisti végül, vagy nem? A faszomat érdekel a Sekiro, meg föl is voltam szaborva. Csak aztán ott is elküldtek a kurva anyámba egyszer, aztán utána. Mert kérdeztem valamit. Hát Zotya, bazd meg. Az volt a baj, hogy nem donételted úgy, hogy aj, nagyon jók vagytok, srácok! Éljetek örökké! Így kell donételni, ez nem igaz. Tényleg így kell. Igen, az egészséges. Nem, amúgy azt hiszem, 3 hónapig voltam ott szám. Így, ezt kaptam. Ez amikor az ember egy ilyen spirálba kerül. Második meg a harmadik szablomat ma megköszönjük. De csapatban vagyunk. Igen, azért mondtam, hogy bocsánat. Ja. De akit elkaptál előtte, azt én is jól elkaptam. Na most kilökted előlem, sajnos. Hát, próbálkoztam. Milyen kocsit van neked? Azt még sosem látom. Na, hogyha most letabolhatsz, nézegetnék kicsit. Ez a kicsi szemetelő. Óóó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 ó
Ja, Mugács izé, ő izé, nem ő nyomott botot, vagy nem tudom, melyik humorista. Micserezett, jó, de volt valamelyik, melyik humorista volt, aki botozott, vagy botozik. Hülye vagyok, bocsánat. Én is a Brutira tippelnék. De valamelyik neki volt, aki nagy volt, nem. Vagy hát, de? Hát, hosszú, volt? Ilyen nem tudom. Jézus-szerű egy kicsit, csak hullámos. Nem tudom, bocsánat, nem tudom. Csak úgy emlékeztem, hogy valamelyikük, mármint, hogy valamelyik ilyen abban a körben lévő idősebb humorista. Aztán most sikerült megbántanom sok emléket. Lehet, még egy Dyson-t, várjatok. Kajak, szóval, hogy volt az én az előbb nyertem kettőt. Mindjárt megnézem. Mit csináltok ennyi hajszárítóval? Megszárítom a hajjal. Akkor nem idősebb, akkor fiatalabb. Most már lehet tényleg róla. Én lehet, hogy ezért fogok belőle csinálni. Teverenytős autókat. Igen, most bemondom az előző minden kommentre. A streamen elhangzott minden dolog, az csak a nézők szórakoztatásának kedvé van, és senkit nem akartunk megbántani, megsérteni. Én megkértem Szemét, hogy a múlt köré vadvégét ne rakja fel. Miért az? Az melyik volt? Mindegy. A takácsos beszélgetősek? Na jó, de ott... Azt mondta, hogy ezt nem lehet. Na jó, de ott nem lett megbántva senki. Vagy mi? Ennél nem voltam itt, mi? Nem. Az a tankosabb volt, ja. Mindig nélkülöm szervezetek a dolgot. Ja, na akkor az aranyosi Peti, jó. A Dani a Predator nem jött nekem. Nevetséges. Mind az egy HP-ban. Hát te vagy a Predator, Dani, és eddig úgy rettegtem tőled. Nem tudom, hogy pontosan mennyi idős magát.
Magács? Tudtam, a nálam idősebb. 26 éves. Tudtam, a nálam idősebb, ezért mondtam azt, hogy idősebb. Júj, júj. Ha valaki 26 éves, az már idős. Hát, hogyha nálam az, akkor idősebbnek mondom. Hát figyelj.